Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Szervusztok, kedves gyerekek! Ismét találkozunk. Ez a jó, hogy Jézus Krisztus is velünk van. A Bibliából fogok nektek egy történetről beszélni. Már előzőleg is szó volt Ádámról és Éváról, most itt folytatom. Figyeljetek, és szeretném, hogyha az Úr Jézus Krisztus igéje a szívetekbe költözne, és hogy általa megnőne a hitetek, és erősek lennétek. Ez alkalommal tehát az Édenkerten kívüli helyzetről fogok beszélni. A Mózes első könyve harmadik részében találjátok ezt az igét, majd keressétek ki, és olvassátok el, legvégül pedig egy aranymondást fogunk tanulni. Évike és Ádám összedugta a fejét a kígyóval. Összesúgtak, búgtak Istentől. Nagyon kikapott a kígyó. Hasadon fogsz csúszni. Ez volt a kígyó ítélete. Előzőleg beszélgettünk arról, hogy Évát a kígyó az édenkertbe rávett arra, hogy a tiltott fáról szakítson le egy almát. Isten világosan megmondta Évikének, meg Ádámnak, hogy arról a fáról, amelyen tiltott gyümölcs van, nem szabad levenni egyet se. Bármennyire tetszik, bármilyen piros, bármilyen szép, nem szabad levenni. És akkor Évike nagy lelkesen megígérte, hogy ígérem, fogadom, hogy még a fának a közelébe se fogok menni. Az ígéret szép szó, de ha betartják, úgy jó. Mivel nem fogadott szót Istennek Évi, aztán Ádám se, hát úgy el kellett hagyni az édenkertet. Képzeljétek el, hogy Isten milyen hatalmas. Az ember pedig olyan kis parányi, mint a porszem. Isten nagyobb a földgömbnél, az összes csillagoknál, az égitesteknél, a mindenségnél nagyobb. Ezek mind, ezek a dolgok Isten keze munkája, alkotásai. És hogy mert ez az Évi, hogy mert Évi így a dolgokhoz hozzáállni? Hát az ő szava hatalmas. Az ő szava erős, és hogy nem engedhetjük el a fülünk mellett, amit Isten mond nekünk, vagy amit Isten tanácsol nekünk. Istennel szemben nem lehet dacoskodni, nem lehet toporzékolni, és nem lehet kényeskedni, mert ő szent, mert ő tiszta, mert ő örökkévaló, mert ő a mindenség ura. Hát Évikének volt képe Istennel szembefordulni, és kényeskedni, hogy nem érdekel. Engem az érdekel, amit a kígyó mond, a kígyó tóni, amit mond, az érdekel. És akkor azt mondta Isten, hogy vissza nem mehettek az édenkertbe. A kapuba állítottam egy nagy, hatalmas angyalt egy pallossal, és szigorúan figyel, hogy kiközeledik a kapuhoz. Nem mehettek be.
nem enged be titeket, ha ismét vissza akarnátok jönni az édenkertbe, így, ilyen szélelmosan, ilyen komiszul, ahogy viselkedtetek, nem lehet. Próbáljátok meg másot. Isten szomorú volt, Éva és Ádám viselkedése nem tetszett neki, mert mind a ketten, Ádám is, Éva is, nem fogadtak szót, amit Isten mondott, elengedték a fülük mellett. Isten jelezte Évának, hogy na mit jelzett Isten Évának? Képzeljétek, azt jelezte, hogy majd szülni fog, Évi, hogy szülni fog egy gyermeket, és majd sok idő múltán pedig egy különleges fiút, aki a kígyónak a fejére fog taposni, a sátánt legyőzi, és hogy többé nem lesz rossz és bűn. Éva akkor letörölte az öklével mind a két szeméről a könnyet, és mosolyogni kezdett, hogy nekem ilyen csodás fiam lesz majd valamikor. Ádám igazgatta a bajuszát, és köhintett együtt, hogy nekünk ilyen fiunk lesz, minden jó lesz. Ha most ki is kell menni az édenkertből, majd megtaláljuk a helyünket. Ki lesz ez a gyerek? Hogy fogják hívni? Pistinek, Jánosnak, Kainnak, Ábelnek, vagy kicsodának? Nem, ezt a gyereket Jézusnak fogják hívni. Ő lesz a megváltó, ő az Isten fia. És aki hisz benne, az visszamehet az Édenbe. Milyen jó lesz, milyen csodálatos lesz. És Ádám is mosolygott, és örült, szívből örült, amit Isten ígért nekik. Hát, kívül kerültek az Édenkerten, Éva elkezdett sóhajtozni, didergett. Nem is gondolták, hogy mennyire más a helyzet az édenkerten kívül, hogy milyen jó volt ott az édenkertben. Az édenkerten kívül fáztak, a kezükkel dörzsölték magukat, arukat, a lábukat, az arcukat, a hajukat, dörzsölték. Éva már így eszketett, úgy fázott, és vacogott a foga Évának. És megjelentek a szúnyogok, és megcsípték Évát. Jaj, felsziszkodott, jaj, megcsípett. Ádám pedig egy nagy pálmágat letört és magát legyezte, mert Ádámot is a szúnyogok kerülgették. Tehát Ádám csak magát legyezte. Hát, ilyen önző volt ez az Ádám. Isten látta, hogy milyen tehetetlen az első ember. Sajnálta őket. Isten ilyen, hogy szeret és sajnál. És meglepetésükre Isten ajándékot adott nekik. Hát mi lehet ez az ajándék? Mit gondoltok, hogy minek örült Évi legjobban? Minek örülnek ma legjobban a kislányok? Hát Évi kapott egy szép ruhát, egy ilyen pergős ruhát, amiben forgott, ugrált örömébe. Ádám előtt is ugrált, pörgette a ruháját, szoknyáját, hogy milyen szép, és Ádám is örült. Éva kapott ruhát, szép ruhát, és nagyon örült.
Hát aztán Ádám ott állt, ő rajta csak függőfa levelek voltak, és azok is már fonnyadoztak. Aztán Isten neki is adott, szegény Ádámnak is adott Isten ruhát. Az Édenkerten kívül kerültek is, és bőrruhát kaptak, ami melegítette őket, a testüket. Hát az ő hibájuk volt, ugye gyerekek, az Ádám és az Éva hibája volt, hogy nem hallgattak Istenre, és ez jogos volt, hogy Isten kiűzte őket az Édenkertből, hogy akkor éljenek úgy, ahogy ők akarnak. Hát nem jó Istennel viccelni és kényeskedni, meg semmibe venni az ő szavát, mert pórul járunk. Szomorúan elindultak a nagy messzességbe. Nagy fák, füvek voltak az úton, állatok, tigrisek, majmok, oroszlányok és oroszlánok voltak az úton, meg hát mindenféle disznók, malacok, pulykák, libák, kacsák. Ott topogtak, legeltek, ittak a tóból, és szomorúan vissza-vissza nézett Ádám és Éva a régi szép édenkertjére, ahonnan a bűneik miatt el kellett menniük. Istennek azonban gondja volt rájuk. Az élet, tudjátok, olyan, hogy Isten gondoskodik az emberről, és Isten szereti az embert. De hát meg kellett próbálni Ádámnak és Évának az életet. Képzeljétek el magatokat, hogy is van az, hogy amikor először mentek iskolába, hogy érzitek, ott kell hagyni a megszokott otthont, és most egy új környezetbe kell menni az iskolába, ott tanítóbácsi vagy tanítónéni van, ott gyerekek vannak, ott szót kell fogadni, ott nem lehet hangoskodni, meg vigyorgással megzavarni az órát, ugye? Ott alkalmazkodni kell, mert aki nem fogad szót, annak az ellenőrzőjébe beír a tanítónéni, és otthon bizony meg kell mutatni, hogy hát nem fogadott szót valamelyik gyerek, vagy kislány, ugye? Hát így van ez, gyerekek, hogy szót kell fogadni ahhoz, hogy élni tudjunk. Aztán ugye megszerettétek az iskolát, a tanítónénit, a tanítóbácsit, szerettek aztán rajzolni, meg minden is, hogy milyen jó lett végül is a dolog. Aztán Ádám és Éva is kint megbarátkozott az állatokkal, fölült a ló hátára, és a ló nyerített vele. Évának nem volt bátorsága, felült a szamára, de hát a szamár, hát nem akart menni, hanem ijázott, i-á, és mozgatta a nagy fülét jobbra, balra, hogy ő bizony nem fogja az Évát vinni. Egy ilyen szófogadatlan lány, ő nem fog vinni. Aztán Éva könyörgött, hogy szamárka, szamárka, vigyél már engem, mert hát Ádámmal elrohant a ló, én meg itt maradtam. És hát a szamárka megsajnálta Évát, szépen kényelmesen elindult vele, és aztán mentek. De hát az Édenben csak ki kellett nyújtani a kezüket, ott volt az alma, ott volt a finom ennivaló, most pedig elindultak az úton, és nekik kellett gondoskodni az élelmükről, a
kenyérről, az ennivalóról, mindenről, és hogy Isten is gondoskodott róluk, de tudjátok, hogy Isten mindenkiről gondoskodik, még a madarakról is gondoskodik Isten, de nem úgy gondoskodik Isten a madarakról, hogy oda viszi az ennivalót, a magot és a fészekbe teszi, hogy na madárka, fecske, galamb, sas, egyetek, egyetek. Nem, hanem meg kell dolgozni a sasnak is, a híjának is, a galamnak is, a fecskének is. Meg kell dolgozni azért, hogy szerezzen táplálékot magának, meg aztán a fiókáinak is. Szóval így van az élet, gyerekek, hogy nem repül be a szánkba a sült galamb, hanem nekünk meg kell dolgozni, tanulnunk kell, és akkor sokra jutunk, Isten boldoggá teszi az életünket. Nagyon örülök, hogy Ádám és Éva történetéről beszélgettünk, itt most megállok, és majd a következő alkalommal egy új fejezet következik az Ádám és Éva történetében.